Dimenziók csupán abstrakciók, és nagyon egyszerű velük dolgozni. De ez az egyik témakör, amiről szeretnék beszélni, már nem a mai nap, semmiképpen, de nagyon fontos nekünk ahhoz, hogy tovább haladjunk. Most nekem nyílnem. Jó? Egy másik témakör, ezek tényleg inkább fogalmak lesznek, a görbék, vektormezők, tenzorok, amiket majd meg kell beszélnünk. Egy részét Attila már említette, tehát erre már alapoztunk, viszont ezeket is le kell majd tisztázni. Ugye itt jön a lineáris konnexió, ami megint egy nagyon fontos témakör, magyarul eltolás. Tehát arra is törekszem, hogy a különböző idegen szavak kellően átjöjjenek. Amit lehet szépen magyarul is mondani, csak azért mondom így, hogyha olvasmányaink során ezt látjuk, akkor ne gondoljunk semmi ördögire, semmi szörnyűre, hanem ténylegesen ez csak egy nagyon egyszerű egybevágósági művelet. A lineáris konnexió kapcsán még az is érdekes, itt a fizikus barátom hívta fel erre a figyelmemet, hogy amikor kör lesz, akkor elsősorban a metrika, norma fogalmát, amik szintén nagyon egyszerű matematikai dolgok. Én úgy gondolom, mindenkinek teljesen tisztán, világosan érthető lesz, és majd ezeket Riemann közegben is tárgyaljuk. És az utolsó az, amit már Gyula nagyon vár, hiszen a Riemann metrika és görbület kapcsolata, ez már a determinizmus, hiszen mi határoz meg mit? Tehát itt lesznek olyan kérdések, és ez az utolsó pont, ami kell ahhoz, hogy tényleg eljussunk oda. Viszont mindezek előtt nem véletlenül marad ki egy kis üres sor, mert az alapfogalmakat, amíg ezen végig tudunk menni, azokat össze kell szedni. Jó? És akkor most ezzel folytatnám is. Tényleg engem az inspirált erre, hogy belevágjak ebbe az egészbe, hogy amikor Attila elkezdett itt nekünk beszélni vektorokról, komplex számokról, én azt vettem észre, hogy azért ezt mindenki követte, mindenkinek tetszett, mindenkinek biztos. Igen, természetesen róla is lesz szó. De azért van, akit előbb Riemann kép volt a háttérben, legelőször meg sem úgy idéz. Ugye ismétlés a tudás, több alkalommal szeretnék majd itt egy kis helyet kapni, nem sok időre, tehát nem akarom az egész időt elvenni. És úgy gondolom, hogy ha ezeket az alapfogalmakat háromszor, négyszer csupán megismételjük, megemlítjük, akkor mindenki már nagyon könnyen fog rá emlékezni, és jól fogja tudni alkalmazni, hiszen a nem királyi utakat is, hogyha megtesszük másodszor, harmadszor, akkor sokkal egyszerűbb, sokkal gyorsabb, sokkal szebb. Pár szót, hogy mi a matematika szerepe, ugye fizikában is úgy eleve, ezzel kapcsolatban van több megközelítés is, hát a romantikus megközelítésnél jut eszembe Galois, nem tudom, hogy itt ki mennyit tud Galoisról, mert Galois
Nak maga az élettörténete is híres, 21 évesen meghalt egy szerencsétlen párbaj következtében, de jó matematikusként tisztában volt az esélyeivel, így a párbaj előtti éjjel nem kondizott, nem éppen a fegyverforgatás fortéjaival ismerkedett, hanem leírt mindent, amit a matematikáról gondolt. Mert tudta, hogy nincs tovább. És őneki volt az a romantikus megközelítése, hogy nem tudta, hogy amiket ő lát és amit gondol a matematikáról, az mire jó. De azért írta le, mert remélte, hogy lesz majd egy jobb kor, amikor lesznek arra méltó emberek, akik ezt tudják használni. Most még pár szóban Galoának, ami igazán már majdhogy nem korábban, bár ugye nem sikerült, ő hiába küldte el a téziseit, bizonyításait Cauchynak, aki akkor a Francia Tudományos Akadémia matematikai tagozatát vezette, vagy talán az egész akadémiát. Cauchy nem foglalkozott egy névtelen, ismeretlen fiatal diáknak az írásával, de gyakorlatilag Galoának az első nagy bizonyítása az volt, hogy amit Lagrange már felismert, hogy feltehetően az 5-5 fokú egyenletre és az annál magasabb fokú egyenletekre nincs megoldó képlet, ezt Galois már bizonyította, így 20 évesen. Majd az utolsó éjszakáján, amit lerakott, az a csoportelmélet alapja, és Albert Einstein volt az a valaki, akinek 80 évvel később, ahhoz, hogy például megalkossa a relativitás elméletét, rettentő jól jött a Galois-féle matematikai alap. Viszont ez is mutatja egy kicsit, hogy mi a matematika. Most egy másik megközelítés a Hardy tézise, azért nem Hardy tételét mondtam, mert azzal analízisből elég sok problémám volt. Viszont George Hardynak az Európa kiadta egy matematikus védőbeszéde című könyvét, egy minimális kis mérlegsorozatos, tehát ilyen kétestés olvasmány, ami nagyon röviden tömören arról szól, hogy a matematika egy alkotó munka, és a matematika legfőbb értéke az esztétikum, hogy szép. A matematikus, aki írja, aki dolgozik benne, a szépnek találja. Ő ebben a könyvében két tételt ragad ki, ebből az egyik, ami szerintem mindenki számára teljesen világos, egy euklideszi bizonyítás, hogy a primszámok száma végtelen. És akkor a bizonyítás arról szól, hogy indirekt tegyük fel, hogy mégsem végtelen, tegyük fel, hogy van n darab primszám. Szorozzuk össze az n darab primszámot, kapunk egy számot, majd adjunk hozzá egyet, és nézzük meg, hogy ez a szám milyen szám. Nyilvánvaló, hogy egyik korábbi primszám sem az osztója. Ha viszont van primtényezős felbontása, tehát van mégis valami prim osztója, mert nem prim ez a plusz egyes szám, akkor az is nagyobb lesz, mint az n-edik prim. Tehát nem tudunk hová menni, biztos, hogy végtelen számú primszámnak kell lenni. A utolsó az ténylegesen egy vicc lesz, mert ugye minket az egyetemen azért nagyon sokat sokkoltak matematikus viccekkel. Én is középiskolában nagy a fegyelmezetlenség, akkor ezzel le tudom törni a gyerekeknek a kedvét. Most tényleg egy olyan vicc, ami viszont próbálja kifejezni a matematikus mentalitást. Ez arról szólt, hogy matematikus sétál az utcán, van kicsit depissen, és egy barátja megállítja, hát szia, hát de jó, hogy látok, hát hadd gratuláljak, olvastam a publikációdat, szenzációs, mind a tétel, hát még a bizonyítás, hát ez csodás. Vagy már használják. Ez kicsit visszautal a Hardy tézisére, hogy nagyon egy lárpullár műveletnek gondoljuk sokat a matematikát, azért nem mindig ennyire kétes a dolog, de igen, van benne egy kevésbé a használhatóság, sokkal inkább a szépségre való törekvés, viszont mégis azt tapasztaljuk, különösen kvantumfizikával, vagy úgy általában fizikával, természet dolgaiban foglalkozunk, hogy nagyon fontos a matematika. Még egy dolgot azért itt szeretnék hozzátenni, hogy azt látni kell, a matematika a saját játékterében sokkal bővebb, egy sokkal nagyobb világot képvisel, és tehát a matematikai abstrakció az túlmutat a természettudományokon, és ez nehéz, mert a középiskola oktatásban valahogy az alakul ki bennünk, hogy olyannyira karöltve van a matematika meg a fizika, hogy teljesen egymásnak ikertestvérei.
De ne feledkezzünk el, ugye fizikában egy Planck állandó nekünk azt mondja, hogy 10 a mínusz 35-nél lejjebb nem nagyon tudunk menni. Ezzel szemben matematikában én bármikor számolok 10 a mínusz 100-onnal, de kell még 10 a mínusz 1000-ennel is, hiszen ott én tovább tudom a végtelent bonyolítani. Ez lehet szép, de nem mindig jó, tehát bocsánat, jó, csak nagyon kell arra figyelnünk, hogy szét tudjuk választani a matematikai absztrakciót és a fizikai valóságot. Tehát nem szabad mindig abban a tévhitben élnünk, hogy ezek olyannyira karöltve vannak, olyannyira együtt haladnak, hogy szétválaszthatatlanok, mert akkor tényleg a képzelővilág, képzeletünkbe zavar támadhat egy segédtudomány. Ez egyébként a matematikusoknak sem okoz problémát, tehát ők is nagyon gyakran ezt tudomásul veszik, elfogadják, hogy arra van, hogy tényleg kiszolgáljon további más tudományokat. Játszanak, esztétikumot megélik, de tudják, hogy a használat van, ők mindig csak segédek vannak. Az euklideszi utat most azért hoztam még fel utolsó pontnak, mert a felépítés során valamennyire az analitikus módszert próbálnám követni, ami annyit jelent, hogy törekszünk arra, hogy ha megismerünk egy alapfogalmat, kimondunk egy tételt, nem fogunk mindent bebizonyítani, de ugye tudnunk kell azt, hogy a Euklidesz elemek című művében már nagyon törekedett arra, hogy minimális számú axióma legyen, tehát minimális olyan dolgot írt le, amit el kell fogadnunk kételkedés nélkül. Ugye Robi az eleve a tanítás kapcsán említette itt pár előadással ezelőtt, hogy gyakorlatilag az oktatás mindig arról szól, hogy fogadd el, mert így van, fogadd el, mert így van. Euklidesz már gyakorlatilag 2300 évvel ezelőtt küzdött ez ellen, ő arra törekedett, hogy nagyon-nagyon minimális axiómánk legyen, nagyon-nagyon minimális olyan tézis legyen, amit el kell fogadnunk anélkül, hogy bizonyítanánk, és utána az Elemek című művében az egész geometriát úgy építette fel, hogy a minimális axióma, definíció, tétel, bizonyítás, és egy későbbi bizonyításnál már korábban bebizonyított tételeket fogunk használni. Ha van erre nyitottság, egy nagyon egyszerű elemi geometriai tételen keresztül szeretném bemutatni, hogy más tételre még nem hivatkozunk, csupán a definícióból, hogy lehet szépen valamit bizonyítani. Ez mondjuk legyen a három szög oldalfelező merülegesei egy pontban metszik egymást. Nem tudom, ez így kinek van meg, ki szereti, ki nem. Ha van tábla és van rá lehetőség, akkor rajzolunk mondjuk egy háromszöget, legyen ez az A, B, C háromszög, és ugye tudjuk, hogy az oldalfelezőket, ha behúzzuk, akkor azok ténylegesen egy pontban metszik egymást. De miért? Hogy lehet ezt absztraktul, akár rajz nélkül, kiszerkesztés nélkül bizonyítani? Nem kell más hozzá, mint a definícióval tisztában lenni. Mit jelent az, hogy oldalfelező merőleges? Hát a sík azon pontjainak halmaza, amely mind, például az AB oldalfelező esetén, az A mind a B ponttól egyenlő távolságra vannak. Tehát van nekünk olyan ponthalmazunk, aminek az AB távolsága azonos. Nem emlékszem már, hogy tudom jelölni, mindegy, tehát az AB távolság azonos. Hát mi a BC oldalfelező merőlegesnek a definíciója? Ugyanez, azon pontok halmaza, amely mind a B-től, mind a C-től azonos távolságra vannak. Feltételezhetem, hogy az AB és a CB oldalfelező metszeni fogja egy pontban egymást, hiszen két egyenes, a háromszög miatt tudjuk, hogy kizárható, hogy párhuzamos lenne. Mit tudunk erről a pontról? Azt tudjuk erről a pontról, hogy ugyanolyan távol van A-tól, mint B-től, de ugyanolyan távol van, mint B-től, meg C-től is. Akkor nyilvánvaló, hogy A-tól és C-től is ugyanolyan távolsággal van. Tehát simán, tisztán definíció alapján bizonyítottunk egy nagyon egyszerű tételt, hogy három egyenes egy pontban metszi egymást. Jó? Ez gyakorlatilag egy ilyen euklideszi analitikus út, tehát az analízis erről szól, az analitikus felépítés a matematikának erről szól, hogy nem fogadunk el bizonyítatlan tételt. Mondom, nem akarok bizonyítgatni, csak tényleg úgy szeretném a fogalmakat tisztázni, a fogalmakról beszélni, meg olyan témaköröket szeretnék felhozni,
amelyekkel szépen tudunk építkezni matematikában, de fizikában, mérnöki tudományokban, tehát kérek most aktivitást, jelentkezést. Mondjad ki. Egy újabb adat, ami független az összes előbbitől. Nagyon köszönöm, a független nagyon fontos, tehát a dimenziók a független változók a matematikában. Mit értünk ezen, hogy független? Mert például pont ez a függetlenséget a függéssel is tudjuk felvezetni, magyarázni. Ha van egy gerészügyi koordináta rendszerünk, például ott, amikor függvényről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy az y egyenlő fx, akkor az f függvény alapján az y érték az x értékétől függ. Viszont maga az x tengely meg az y tengely, az ténylegesen független egymástól, azt én felvettem valahogy, és én felvehetek úgy x-y párokat, hogy azok ne függjenek egymástól. És itt arról van az a lényeg, hogy ha én nekem van egy két dimenziós vektorom, akkor ott például az A meg a B, az egyik csak az X tengely szerint, a másik az Y tengely szerint határozza meg, és így meg tovább. Próbálok egy kicsit absztraktabb lenni, vagy gyakorlatiassabb. Szeretném ennek a tolnak az állapotát jellemezni. Hány független változóval tudom én ezt leírni? Tegyük fel, hogy végessel, és nem fogjuk most megkeresni mind a 137 ezer, nem tudom hány mennyit, de lépjünk túl azon, hogy ennek van egy adott GPS koordinátája, mert tény és való, hogyha még a Einsteini tér-idő dimenziót nézzük, akkor négy független változót kapásból fel tudunk sorolni, adunk egy földrajzi szélességet, földrajzi hosszúságot, egy tengerszint feletti magasságot, és egy időpillanatot, ami mondjuk 2019, március 9-e, és valamikor 11 óra valahány perckor. De milyen jellemzőket tudunk még mondani? Két-három nagyon egyszerűt soroljunk fel. Méretek, színe, hőmérsékletek. Tökéletes. Ennyi. Méret, szín, hőmérséklet. Én ezeket fel tudom sorolni, és innentől kezdve ezek független változók. És már is a tollamat nem négy, hanem hét paraméterrel írtam le, hét számmal, valamilyen adattal tudom jellemezni, amelyek egymástól függetlenek. Nem kell úgy elképzelni, hogy nekem a teret szét kell nyitni, vagy felcsavarodott dimenziókban. Tehát nem mindig geometria dimenziókban gondolkodunk, hanem van hét független adat, ami egyfelől független, de mégis abból a szempontból összetartozik, hogy ugyanazt az egy tollat próbálja leírni, jellemezni. Ez a kiterjesztett matematikai dimenzió fogalom, amit én azt tapasztaltam, hogy sokszor matematika-fizika tanulmányok során ez okoz nehézséget így a diákságnak, azért próbáltam erre rátérni. És hát gyakorlatilag a vektorok fogalmát is a matematika így általánosítja. Nekünk természetesen a térben ez a legszebb, hogy tudjuk, hogy van három térdimenziónk, abban nagyon szépen tudunk vektorokkal dolgozni, vektorműveletekkel számolni, foglalkozni. Viszont a matematika beszél úgy általában az n-dimenziós vektorterekről, ezekhez nagyon szép matematikai formulák vannak, matematikai szabályok, tételek, bizonyítások vannak, és amiért mindenről beszélünk, mert ahhoz, hogy eljussunk majd a Riemann sokaságokig, addig tisztába kell lenni, hogy ez megint csak sok szám együtt, amiket tudunk valahogy kezelni. Természetesen a vektorokon túl, különösen az n-dimenziós vektorokon túl van megint egy másik matematikai képződmény, amit mátrixnak hívunk. És én tudom, hogy mostanában a középiskolában az ember megemlíti, nem mostanában 10 évvel ezelőtt, akkor nagyon sokan rögtön a filmre asszociálnak. Én nem látom a film trilógiát, tehát nem tudok azzal foglalkozni. Viszont magával a mátrix matematikai fogalmával tudok, és nagyon kell is foglalkozni. Ez gyakorlatilag az n-dimenziós vektornak a kiterjesztése, hogy gyakorlatilag n-szer n vagy n-szer m dimenzióban dolgozunk. Miről szól a mátrix? Nem szól másról, hasonlóan, hogy végigbeszéltük a tollat, egyszerre nem csak egy tollat, hanem akár egy kész tolltartót is egy matematikai struktúrába le tudunk írni. De nagyon sok másra is tudjuk használni, és a következő fogalomnak a bevezetésénél már egy más aspektusában nézzük a mátrix fogalmát, csak azért, hogy lássuk,
hogy más dolgokra is tudunk matrixot használni. Viszont ugye itt van pont a kakukönyv az asztalon. Kaku is, amikor a Riemann meg egyéb dolgokat néz, akkor használ matrixokat. Beszélünk matrixoknak a kifejtéséről. Tehát ez megint egy olyan alap matematika ismeret, amit szeretnénk valamennyire megtanulni. És lehet, hogy ez lenne akkor a mai napnak az utolsó része, hogy erről még egy pár szót néznénk. Ez pedig a determinás, amit lévén, hogy itt filozófusok is vannak, és fogalomzavar elkerülése véget rögtön szeretném azzal kerülni, hogy determinás, nem determinizmus. Viszont tényleg azért a szónak nem véletlenül van egy ilyen kis áthallása, mert a determinás megint egy apró szempontból érdekes, hogy az egy szám, amit egy mátrixhoz rendelhetünk. Itt rögtön szeretném azt mondani, majd a vektorok kapcsán is látunk, vektorműveletek kapcsán fogunk olyan dolgokról beszélni, és ez az egész matematika, fizika közös együttműködése áthallásánál jellemző dolog, hogy például egy vegyes szorzat vagy egy skaláris szorzat a vektor esetén az adatvesztéssel jár. Hiszen a vektorok skaláris szorzatánál az eredmény az egy szám lesz. Miközben nekem volt két vektorom, két irányom, onnantól kezdve egy olyan számot kapok, aminél már nincs irány. Most belegondolunk, a determináns is egyfelől egy komoly adatvesztést jelent, hiszen én láttam, hogy a mátrixom tartalmaz nagyon sok számot, végeredményben az eredményem a determinánsnál pedig egyetlen szám lesz. Mire jó ez, mire tudjuk használni? Hát a matematikában van sok dolog, amit ezt használjuk, és történetesen maga a fogalom is úgy került bele a matematikai gondolkodásba. A 19. században nagyon sok matematikus foglalkozott az egyenletrendszerek megoldásával. Ma már az egyenletrendszereket nagyon könnyen meg lehet oldani, az egyik segítség a megoldáshoz, például a determinánsnak a használata. Vektor geometriában is nagyon sok vektorműveletet tudunk determinánssal, és például csak, hogy felcsillantsam a reményt, hogy miért is beszélünk ilyen dolgokról, a Riemann metrikához nekünk már nagyon kell tudni a kovariáns és az ellentetje, segítsen valaki, mindegy, erre fogunk eljutni. A ferdeszögű koordináta rendszereknél már kétféle módon lehet megadni egy vektornak a koordinátáit, az egyik a kovariáns, a másik a nem tudom milyen variáns felírás, viszont erre van szükségünk, tehát azért kell majd például, ott ezeket szintén már determinással, mátrix számítással tudjuk levezetni. Továbbra sem kell semmi aggódni, nem bonyolult dolgokat fogunk nézni. Nézzünk egy alap mátrixot, az egyszerűség kedvére egy 2x2-es mátrixot. Egy 2x2-es mátrix esetén még a determináns kiszámítása nagyon egyszerű. Azt mondjuk, hogy a főátlót, ezt nevezzük főátlónak, ezt a mellékátlónak, főátló szorzatából kivonom a mellékátló szorzatát, így fogok kapni egy számot, és azt mondom, hogy ez a 2x2-es mátrixnak a determinánsa. Itt egy konkrét példával van leírva, megkapjuk azt az eredményt. Ha megyünk tovább, csak nézzünk egy kicsit általánossal, most egy Sarrus szabálynak nevezett szabályt nézzünk meg. Egy francia matematikus volt, aki kidolgozott egy olyan szabályt, ami 1, 2 és 3 n-re, tehát 1x1-es, 2x2-es és 3x3-as mátrixra alkalmazható. És hát ugye az egy számból álló mátrixnál értelemszerűen a determináns maga a szám. Itt a 2x2-es mátrixnál, ahogy az előbb is láttuk, mivel 2x2-es mátrixnál legegyszerűbb ennek az alkalmazása. Ez nagyon egyszerű. Egy 3x3-as mátrixnál már kicsit bonyolódik a dolog, hiszen ott több átló van, mind a főátló, mind a mellékátló tekintetében. Ezeket nekünk rendezni kell. Így sem lesz annyira bonyolult a számolás, csak ténylegesen látni kell, hogy a főátlókannak a szorzatát összegezzük, a mellékátlóknak a szorzatát pedig negatív előjellel számítjuk, és ugyanúgy eljutunk egy determináns értékhez.
Ami sokkal általánosabban használható determináns számításhoz, az pedig a kifejtési tétel. Kifejtési tételhez egy kicsit sakkoznunk kell, illetve egy sakktábla elven kell gondolkodnunk, ami azt mondja meg, hogy mely tagokat, tehát a számolás során hol lesz pozitív előjel, hol lesz negatív előjel, mindig a kiindulási pont az egy pozitív, és utána a sakktábla szerint plusz-minusz értékekkel dolgozunk. A kifejtési tétel azt mondja, hogy mindig a gyakorlatilag az n-szer-n-es mátrixot egy kisebbre vezetünk vissza, kiemelek egy számot, és utána a maradék aldeterminást, vagy maradék almátrixot számolom ki. Tehát itt kiemeltem a 3-at, és utána ennél a kisebb, már 2x2-es mátrixnál számolok determinást, ahol természetesen ugyanúgy az átlókkal, majd veszem a második tagot, azt már mínusz előjellel, és akkor természetesen ezt a két számot, majd veszem a harmadik tagot, és ezt a két számot. Ez elsőre tűnik bonyolultnak, majd következő órán ismételjük, tényleg nem fogunk soha determináns számolni. Azt kell látni, hogy ez egy kicsit hogy működik, mert onnantól kezdve jobban fogjuk érteni. Tehát visszavezethetjük ugye az n-szer-n-es mátrixot n-1-re. Ennek a módszernek az az... Igen? Tulajdonképpen, ha sikerül neki számolni a determinást, az miért lenne nekünk jó? Jó, erre már a mai nap nem készültem, de el fogom mondani mindjárt. Jó, tehát válaszolok mindjárt a kérdésre, jogos a kérdés. Tehát ez tetszőlegesen nem működik. Egy problémánk van, hogy a feldolgozáshoz szükséges lépések száma az n faktoriális. Viszont mondom, a 19. században ezzel nagyon sok matematikus foglalkozott, többek között a Gauss nevű általunk is jól ismert matematikus, aki kidolgozott egy eliminációs módszert, és az eliminációval n köbbre redukálható a lépések száma. Itt egy nagyon érdekes dolgot azért figyelnünk kell, hogy az n faktoriális és az n köbb függvény az hogy változik abból a szempontból érdekes, hogy n egyenlő 5-nél metzi egymást a két függvény, tehát amikor az n kisebb mint 5, 2, 3, 4 esetén a faktoriális kisebb mint a köbb. De a 2 faktoriális az 2, 2 köbb 8. Ugye 3 faktoriális 6, 3 köbb 27. Tehát ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag a Szarrus szabály az akár, ha lehetne még 4-re meg 5-re, illetve bocsánat, kifejtés is még, sima kifejtés, Gauss elimináció nélkül 4 és 5 elemű mátrixra még lehet jobb. Mert az 5 faktoriális az 120, és az 5-nek a köbe meg 125, tehát még ott is gyakorlatilag a kifejtési tétellel n egyenlő 5-nél még jobban állunk a sima kifejtéssel elimináció nélkül. A Kingának válaszolva, hogy mire jó a determináns kiszámolása, például az egyenletrendszerekre. Én azt mondom, hogy az egyenletrendszernek a paramétereit, az együtthatóit felírhatom még egy mátrixba, és ha az egyenletrendszer együtthatóit felírom mátrixba, akkor a determinánssal ki tudom hozni a változókat. Az ismeretlent ki tudom számolni. Ez nem ennyire automatikusan megy, hiszen nekem ott több mátrixot és több determinánst kell számolni, és akkor ezt tehát tudnom kell, tehát nem okozhat problémát. Azt mondom, hogy legyen A11X1 meg A12X2. Most az egyszerűség kedvéért 2x2-es mátrixot írok, hogy egyszerűbb legyen. Egyenlő B1, majd A21X1 meg A22X2 egyenlő B2. Elnézést, csak nincs jobbtól, és nem tudom jobban letörölni a táblát. Ezt elfogadjuk, hogy így néz ki egy két ismeretlenes egyenletrendszer. Most ebből igazából ahhoz, hogy megkapjuk az X1, X2 együtthatót, nekem összesen 3 determinást kell kiszámolni. A 3 determinás az egyik, ami klasszikusan jön, hogy én csak az együtthatókat nézem. Ezt a determinánst nevezem D-nek, ez ténylegesen az együtthatóknak a mátrixa. Utána csinálok
két további mátrixot. Az egyik, hogy az A1-2, A2-2, B1 és D2 lesz benne. Ebből kapok mondjuk egy D2 determinást. És ha ezt veszem, meg ezt veszem, szintén ugyanúgy egy 2x2-es mátrixba fel tudom írni, akkor lesz egy D1 determináns. És ezt követően akkor az X1 az egyenlő D1 per D, az X2 pedig egyenlő D2 per D. Igen, viszont most két együtthatónk van, most képzelj el, hogy van neked 10 egyenleted 10 együtthatóval. Viszont jogos az kérdés, és ugye a Gauss eliminációt, azt ezzel folytatnám a következő órán, csak be akartam határolni a mai órán a szintet. Tehát a következő órán meg tudjuk nézni több ismeretlens egyenletrendszernél tisztán a determinánsos módszert, tisztán a Gauss eliminációt. Előre tudok bocsájtani annyit, hogy a Gauss eliminációnak az a lényege, hogy én egy mátrixban úgynevezett ekvivalens átalakításokat végezhetek, és az ekvivalens átalakításokkal a mátrixot előszeretettel olyan formára hozzuk, hogy a főátló alatt minden csupa nulla. Ha középiskolai matematikára, egyenletrendszer megoldásra emlékezünk, akkor csináltunk azt, hogy kivonjuk egymásból a két egyenletet, hogy eltűnjön egy változó. Hát pont ez a Gauss elimináció, csak ezt lehet mátrixsal végigjátszani, és lehet mátrix nélkül végigjátszani. Természetesen középiskolában nem vontuk be a mátrix fogalmat, de hogy egy középiskolai egyenletrendszernél, vagy egy sima egyenletnél csináljuk az ekvivalens átalakításokat, beszorozzuk kettővel, hozzáadunk mindkét oldalhoz hármat, arra játszunk, hogy eltüntessünk felesleges adatokat, mert így tudjuk szépen megoldani az egyenletet. Ugyanezt történik a mátrixoknál, determinánsoknál. Összegezve nagyon röviden, itt ténylegesen jelenleg különösen lineáris dolgokkal foglalkozunk, amire nekünk szükségünk van az elsősorban lineáris algebra, tehát nem nagyon akarunk most még bevonni magasabb fokú dolgokat. Nagyon egyszerű műveletekről van szó, amit látni kell, ami nekünk szükséges ahhoz, hogy a Riemann-sokaságig eljussunk, egy-két szerkezet. A csoportelméletet is ezért fogjuk bevonni, a csoportelméleten is semmi bonyolult. Egy szerkezet, egy struktúra, valaminek egy formát adunk, amit eddig is használtunk. Hát mindenki tud az egész számokról, mindenki tud egész számokkal összeadást végezni. Tessék, egész számhalmaz és az összeadás egy csoportot alkot. Azt mondom, hogy ez egy csoport. Mondhatnám azt is, hogy ez egy heretfedény, vagy bármit, kitalálhatok bármilyen szót. Csoportnak nevezték, nem véletlenül próbálták úgy, hogy azért mégiscsak ez összetartozó, tetszetős volt ez a fogalom, de ennyi. És akkor ezeket lehet szépen használni. Jó? És akkor megköszönöm a figyelmet, és azt mondom, hogy folytatás következik, ha szeretnétek. Jó, köszönjük szépen, így egy kicsit, de mégis csak megfelelően köszönjük szépen építkezve. Mint ahogy az Attila is volt szíves, bejön az elsőből, kimaradtam decemberben. Jó, nagyon köszönjük. Akkor most következik a mester faggatása, amelyben valakinek. Ja, bocsánat, kérdése igen. Van. Köszi. Ezt a balhét el kell vinni. Óhatatlanul. Bár nem tudom, hogy... Köszi. Egyébként bátor vagyok megjegyezni, hogy a nem általános, hogy mondják ezt, nem mezei matematikai középiskolai anyagban, hanem a szakosban azért más helyzet. A specmatekon természetesen a Gauss eliminációt, a mátrixokat tanítják, de a specmat az én fiatal koromban az volt 5 vagy 6 iskola országosan. Uh-huh. Jó. Ebben nem szeretnék belemászni, mert hogy... Én nyelvtagozatos voltam. Mert
Kinél ő kurzus? Specmatra, sajnos. Azok a csoptársaim, akik specmatra jártak. Ez ugyanaz, mint a Chomsky normál. Most, hogyha nem akarom húzni a drága időt, de most már a Robin megint játszott az agyát, akkor legyél szíves kifáradni, de egy picit. Jó, átadom akkor. Már elnézést. Ez Wikipedia-s tudás, amit én mondom. Mire akadták kiukat? Hát, hogy a nyelvészet is használja a matematikát, illetve bizonyos szintű redukciókat. Ja, hát tehát jó, ez jó, de hát az... nem idegen. Formális nyelvek. Egy tanulták az egyetemben. Dimenzionálisan más, belátható dolgokról van szó, viszont nem feltétlenül. Jó, tehát akkor még egyszer legyen szabad fölhívni a nyájos sokasság figyelmét, hogy az előadó úrtól lehet kérdezni, bár lehet, hogy még szükségtelen és következő lépésekben, következőben sem, itt elhangzó egyik megjegyzés hivatkozva az általam nem ismert orosz lászlóba, hogy ne dőljünk be a metaforáinkra kapcsán. Hát itt egy mesteri metaforagyártóval találkozunk. Kakó esetében, aki nem állíthatjuk azt, hogy nem ért a szakmához, tehát nyilván az erős második vonal képviselője, tehát az emlőségi lakszínvonal. Ezek szerint meg lehet a dolgot oldani úgy is, hogy nem dőlünk be a metaforáinknak, de hát itt, hogy mondjam, csak mindenről szó esik úgy, teljesen tisztában vagy. Úgy értem, hogy az összes matematikai apparátusról a jadműszterek is be vannak ágya azzal, mint hogy már először a gyengekölcsolatás, kotról használt matematika, stb. És hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, én ezt feladtam erre az életre. Majd egyszer. Egyszer. Jó? És hát kizárólag időhiány miatt, de hát tudjátok jól, egy klasszikus példa, hogy mindent meg lehet érteni, csak egy algebristának egy percre kell szüksége, vagy még annyira se. Nekem meg mit tudom én, hát egy évre. Most ez exponenciálisan, ha nő, akkor nem tudom, hogy mennyi időre lenne szükség, hogy az ember kigondolkodja magát önnön, hogy mondjam, fogalmi határaink kívülre, vagy keretein kívülre, érted? Függ az előadótól. Hogy? Függ az előadótól. Szerintem ez egy nagyon jó előadás volt. Az nem kétség. A középiskolás matematikai oktatás. De honnan tudod, hogy a középiskolában mit tanítanak matematikából? Hát pedig az eredeti szakmám középiskolai matematika tanár. És te tanítottál középiskolában matematikát? Én csak a gyakorló tanítást tanítottam. Hát, azért. Szoktam helyettesíteni néha Bornemisszába, ha épp ott vagyok és füzit tanárok megtalálok. Legutóbb egyébként pont egyenletrendszerek megoldásánál kellett helyettesítenem. Jó. Ismét mondani, nem szeretném húzni az időt, tessék parancsolni kérdezni. A valid adatok kerülnek bele. Tehát, hogy egy egyenletrendszer összes cuccát berakom egy mátrixba, akkor még a determináns számítással automatikusan a megoldás irányába haladok. De ha például egy tollnak a 7-7 paraméterét berakom, mint egy tolltartó, akkor az csak egy ilyen látszólag tűnik mátrixnak, de nem képezhető belőle determináns. Bocsánat, determinást képezhetsz belőle, csak nincs értelme. Csak nincs értelme, igen, igen. Tehát nem fog meghatározni semmit, nem lesz determinista a determinás. Bocsánat. Igen, tehát ezek szerint például ugye én a kakunak a mátrixára próbáltam meg ezzel utalni. A kakunak a mátrixa az igazából nem egy valódi mátrix, mert ő csak egy ilyen grafikailag benyom egy zárójelbe néhány elméletet, és azért a százalék magasabb szintű matematikánál az elméletek uniója az nem egy zárójelben történik. De az a lényeg, hogy egy mátrixba bármit berakhatok, csak nem mindig van értelme. Egy egyenletet is bármire fölírhat, csak nem mindig van értelme. Egyébként a oktatásban a gyerekeknek pont ez a nagy probléma, hogy a szövegből egyenletet csinálni. Egyenletet megoldani azon, mert elboldogulnak csak addig. Igen. Illetve visszafelé, hogyha lát mondjuk egy mátrixot, és az a mátrix az most vagy egy egyenletrendszernek a valódi megoldható egyenletrendszernek az adatait tartalmazza, vagy pedig egy nem megoldható dolgot. Ez csak ilyen megjegyzés. Én még annyit akkor szeretnék csak itt hozzátenni, hogy az egyik fő cél, például a tenzor fogalomnak a tisztázása,
és azt is próbáltam most a Matrix-szal előkészíteni. A determináns nem annyira jellemző volt, viszont hogy lássuk, hogy milyen dolgokra tudjuk a Matrix-ot használni. De a tenzor lesz az, ami nekünk nagyon fontos fogalom lesz a későbbiek folyamán, de annak az előkészítése még nem zajlott le teljesen. Tehát ahhoz lesz még a következően kicsit a determinánsra visszatérünk, a husz elimináció, kicsit vektorozunk, a vektorműveletekkel megyünk tovább, felteszögű koordinátrendszer definiálunk, és akkor utána a harmadik alkalommal már tudunk tenzor, metrika és norma fogalommal foglalkozni, és azt követően már ténylegesen elindulhat az a váz, amit a fizikus barátom adott, hogy amire ténylegesen felépül maga a klímaféresokasság. És onnantól kezdve sokkal tisztábban érteni fogjuk a relativitás elméletet is. Annak a matematikai hátterét. Igen, igen, igen. Na most... Technikailag hogy fog ez kinézni most? Márciusban, április-májusban van még. Hát én azt terveztem, hogy decemberre végzünk. Körülbelül. Remek. Ha, jó. Nincs hiányzás sosem. És mi lesz ez a mindenségi tételes kisítással? Ezt nem olvassátok el? Most semmi, de akkor... Szerintem nem érvényes, látottlanban megmondom, úgyhogy felszín is foglalkozni van. Csaba László vagy Ferenc, nem tudom melyik melyik. A matematikai filozófia kötetnek melyik a szerkesztője? Ugye az egyik a úrelméleti összefoglaló. A úrelméleti összefoglaló az csak az Oltán volt mindig. Ja. De mindig belekeveredtünk. Csaba László vagy Csaba Ferenc ezek szerint, tehát ez a 99-es 2000 környékén megjelent még az Osirisnél reprezentatív matematika filozófia kötet, amelyben, amelyből talán a... itt is olvastunk, nem emlékszel rá, Kinga? Ha már Matrix, akkor a Brains in a Vat nevet szerzőjének a... A Hillary Putnamnek a írását, úgy emlékszem. Ez halmaz erősség, ha jól tudom, jól emlékszem. De tudom, mert szerepel, hogy azt hiszem Gödel 50-51-ben halt meg egy háború utáni előadása, kvázi önreflexió is. Hallod, Kinga? Igen. Úgyhogy kifejezetten tégedet szeretnék Csaba megkérni. Csaba Ferenc. Szeretnék megkérni rá, hogy nagyon röviden, hogy elolvasod. Uh-huh. Jó? Tehát akkor ez... a Csaba Ferenc kötetben van egy Putnam cikk. Nem a Putnamet, hanem a Gödelt. A Gödelt. Gödel, még halála előtt egy is igazán zseniális fickó. Néhány tétel a matematika megalapozására? Hát, hogyha az van benne, akkor az. És ezek következményei ezek. Igen. Uh-huh. Na, jó. Természetesen azt nem garantálom, hogy szervesen fog illeszkedni a metrikus tenzorok. Versőt garantálom, hogy nem, de na és aztán. Sosem lehet tudni, hogyha meg ezt a kis cikket sem vagytok hajlandóak elolvasni. Robi azt mondta, hogy előre tudja, valaki. És látatlanban, hogy nem ér. Nem generalissimus. Nem azt mondtam, hogy nem ér semmit, hanem az, hogy a válasz a kérdésre nem. Ja, jó, akkor jó. Nagy szemben, ha így. Tehát, hogy a nem ér lesz, hogy... Gödel félmentelenségi tétel leírja a mindenség elméletét? Igen. A válaszom nem. De hát biztos, hogy is ez a kérdés. Hát, mindegy, én ezt értettem, mert így által megértett kérdés, hogy tudok nemmel válaszolni. Mit akartál mondani? Hát ez? Én a... Hát nem tudom, mit akartál. De a cikk más kérdést tesz fel akkor. Kérdés, túlzás, jó lenne, ha... Ideális lenne, ha... És az erősség olvasom. Hát ez hosszú. Hát én mondom a paramétereit. Nem csak az embernek a fixa ideája teret kapjanak. Küldöm a levelet. Hanem az az, tehát a legutolsó száma a magyar tudománynak, állandóan megkapja az ember így online. Thank you.